Az ilyen időkben a túlélés és a tovább álmodás egyetlen módja a menekülés. Henry Laborit. Mediterráneó. Magyar hangok. Csankó Zoltán, Jakab Csaba, Holnándor, Snell Ádám, Jászai László, Ószabó István, Rosta Sándor, Csúlya Imre. A forgatókönyvet Vincenzo Monteleone írta. Fényképezte Italo Petriccione. Zene Giancarlo Bigazzi és Marco Falaggiani. Rendezte Gabriele Salvatores. Mégis szíre küldtek bennünket az égei tenger legkisebb, legkietlenebb és legtávolabbi szigetére. Stratégiai fontossága a nullával volt egyenlő. Feladatunk a megfigyelés és kapcsolattartás volt. El kellett foglalnunk és jelenteni az esetleges észleléseket. Egy innen-onnan összeszedett csapatot bíztak rám. Voltak köztük vesztett csaták túlélői, felbomlott, szétzüllött seregek katonái, egy szakasz véletlenül életben maradt ember. Mint jó magam. Eliseus Stracabosco az összvérhajcsár, nagy gyalogló, különös figura. Szilvánával csinálta végig a háborút. Még a falujából hozta magával, és úgy szerette, mint egy embert. Sőt, jobban. Stracabosco! Ez tetszik, mi? Tengeri nászú! Egy görög szigeten! Ma este lesz! Csinálj úgy, mintha nem hallanád. Ne szerezzük meg neki ezt az örömet. A két Munáron fivér, Libero és Felice rendes fiúk voltak. Egy lakó. Sose látták a tengert. És ott volt még Lo Russo és Colasanti. Nincs valami piát? Lo Russo végigcsinálta az afrikai hadjáratot, és őrmesterré léptették elő. Ki tudja, mi lett volna belőle a háború végére. Colasanti volt a rádió. Mi a szar volt ez? Az őrmester árnyékában élt. Szinte összenőtt vele. Aztán ott volt még Corrado Noventa, a dezertőr. Jó néhányszor megszökött már. Haza akart menni, mert a felesége gyereket várt. Legutóbb a jugoszláv-albán határon fogták el. Gyalog akart hazajutni Olaszországba. A tiszti szolgámat Antonio Farinának hívták. Nagyon kedvelt engem. Rendkívül szolgálatkész volt. Köszönöm, néha előbb tudta, hogy mit akarok, mint én magam. Nagyon messze van még, főhadnagy úr. Közel. Lőni is kell. Reméljük nem. Többé-kevésbé mindannyian abban a korban voltunk, amikor az ember még nem döntötte el, hogy családot alapítson, vagy éljen bele a világba. Főhadnagy úr, mennyi ideig kell itt maradnunk? 4 hónapig. Az anyját. Szilván. Ne csináld a műsort, jó? Ne járass le az őrmester előtt. Na, ne izgulj már, nyugi, nem lesz semmi baj. Nyugalom, ne kapkodd a levegőt. Beszívod, kiengeded. Beszívod, kiengeded. Jól kezdődik. Munáron, mi a baj?
Rosszul vagy? Nem tudunk úszni. Hunaron! Gyerünk! Ad ide a rádiót! Lassan, lassan! Gondorban lassan! Vidd ki a rádiót, de nagyon vigyázz rá! Lassan, elmerülj vele! Ad már ide! Óvatosan. Ad ide! Hallod? Hiszem! Segítsetek kivinni Szilvánát! Fiúk, vigyázzatok a rádióra! Na! Strázza, mi a fenének hoztad ide? Az egész világot Görögország látja ezt Szamárral. Főadnagy úr! A gázálarcot felvegyük? Ugyan, de hogy is, nem kell. Akkor mi az Isten nyilának cipeltük idáig? Főhadnagy úr, lesántult. Hogyhogy lesántult? Lesántult, mikor partra szálltunk. Főhadnagy úr, mi van odaírva? Ellas einai otapos. Görögország a sírotok lesz. Tonitalon. Az a Tonitalon mit jelent? Fiúk, akkor most mindannyian szép lassan elindulunk a falu felé. Mindenki tartsa nyitva a szemét. Strázza halad a sor végén. Kolaszánti középen jön, mert nem akarom, hogy baja legyen a rádiónak. Amint felérünk, keresünk egy helyet, ahol letelepszünk. Világos? Világos, de az a Tonitalon mit jelent? Olaszok. De akkor hogy is van? Görögország a sírotok, olaszok. Itt ugyanegy lélek sincs. Hú, égeti a fejed, meleg van, mi? Nagyon. Senkinek nincs kifogása? Én megyek. Most az egyszer egy véleményen vagyunk. Egy rohadt lélek sincs itt. Ebben a faluban nincs senki. Farina vagyok, megvakultatok, majdnem megöltetek. Mi csak a lövést hallottuk, Farina. Azt hallottuk, hogy lőnek. Erre mi is lőttünk. Mi a lószar van itt, ki lövöldöz? Farina, most mi volt nagyon? Én csak a levegőbe lőttem. Te mit csináltam, hogy mi történt? Egy pillanat. Főhadnagy úr, én láttam, mi történt. Farinát megtámadta egy csirke, ő csak reagált, szerintem helyesen. A csapatra meglepetés erejével hatott, ez játszotta a legfőbb szerepet. Szóval nem volt semmi, csak egy görög csirke. Fiúk, ne csináljunk baromságokat, ez nem vicc. Meg is ölhettétek volna.
Nem, mintha olyan nagy kár lenne érte. Jó, elég, ne tréfáljunk. Jó, csak vicceltem, főhadnagy úr, itt sokkal jobb, nem? Mennyivel jobban járunk egy döglött csirkével, mint... De igaza van, a minimális fegyelmet meg kell tartani. A fene este belétek, hogy az Istenbe lehettek ilyen hülyék? Előre forduljon még. Szanti. Nem számít, őrmester. Úgyis meleg van. Hová tűnhettek ezek? Itt valami bűzlik. Itt valami nagyon bűzlik nekem. Egyszer már volt egy hasonló eset Afrikában. Mi történt veled? Velem semmi. Egyszer kiküldtem egy őrjáratot, hogy nézzenek körül, érted? Erre találtak egy elhagyott falut, és lefeküdtek aludni az egyik kunyhóban. És aztán? Reggel csak a csontokat találtuk meg. De kiét? Kiét? A felderítőkét. Megették őket. Mindet. A vademberek. Milyen ostoba történet ez, Lorusso? Ostoba történet, főhadnagy úr, gondolja? Velünk is megeshet. Azért itt mégsem Afrikában vagyunk. Itt elméletileg nincsenek emberevők. Mit tudott te azt? Honnan tudott te azt, hogy mit esznek a görögök? Itt Kolostor, Szavoja, válaszolj, vétel! Itt Kolostor, ha hallotok minket, válaszoljatok, vétel! Na, mi van, Stracoboszkó? Hogy van? Fáj a lába. Itt Kolostor, Szavoja, hallasz engem, vétel! A helyzet változatlan, főhadnagy úr. Szavoja, ha hallasz, válaszolj, vétel! Megléptek, amikor látták, hogy jövünk. Észrevettétek? Egyetlen csónak sincs. Itt Kolostor, Szavoja, válaszolj, vétel! Szerintem meg a hegyekbe menekültek. Megvárják az éjszakát, hogy támadjanak. Klasszikus módszer. Itt Kolostor, Szavoja, ha hallasz, válaszolj, vétel! Jól van, fiúk, itt vagyunk 3 óránként. Körülnézünk, nyitva tartjuk a szemünket. Főhadnagy úr, megvan! Halló, itt Kolostor! Halló, Garibaldi, hallasz engem? Itt Garibaldi, vétel! A feladatot teljesítettük, veszteség nincs. Az ellenséggel nem találkoztunk. Kézben tartjuk a helyzetet. Várjuk az újabb parancsot, vétel! Sürgős, soron kívüli tájékoztatás. A haditengerészet legfelső vezetésének parancsa. Harci feladatot hajtunk végre. Mostantól teljes adásszünet. Vége! Colasanti! Colasanti! Hm? Mi van? Semmi. Fiúk, ha találkozunk a görögökkel, viselkedjetek rendesen. Emberevők ugyan nincsenek, de az egyik katonát, akit olajlopáson értek, a lábánál fogva felakasztották egy gerendára, és forró olajat öntöttek a seggébe. Hogy csinálták? Töltsérrel. Aha. Rohadt életbe. Adtunk egy pofont a harci kedvnek. Csak hogy ne beszéljetek hülyeségeket. Lök már ide a csirkét. Te mit dolgoztál azelőtt? Munkanélküli voltam. Tanultam. Először volt munkám. Jól indultam. Aztán abba maradt. És te? Síoktató voltam. Ne mondj semmit.
Felice. Hm? Nem látsz semmit? Hm. Én se. Libero, oda néz! Aszta! Kívánj gyorsan valamit! Remélem, mindannyian hazamegyünk. Én is remélem. Aki remél, fosva hal meg. Lorusso. Egy szart se érő égei tengeri sziget, 1941. Költő is vagyok. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Őrmester. Mi van? Jó éjszakát. Menj a francba. Őrségben nem szabad dohányozni. Hagyd már békén, Stratsavoszkó. Ha meglátják az égő cigarettát, egyből a homlokot közepébe lőnek. Mit szívsz? Militet. Adj egy slukkot. Megijesztettelek, mi? Mi lehet ez? Hallottad? Oda néz! Riadó! Ébredjetek! Riadó! Libero! Riadó! Melyik rohadtisztó kiabál? Farina az! Ő kiabál! Na, akkor mozgál! Gyerünk, mindenki! Na, gyorsan, kifelé! Gyerünk, emberek, kifelé! Gyerünk! Életben! Mi van? Támadnak! Oda nézzetek! Most kapnak a seggükbe. Mi, főhadnagy? Adunk nekik rendesen, hm? Semmit. Valamit hallok, de nagyon zavarják. Noting red light. Ez az, megvan. Noting red light. Noting red light. Mit mondanak? Várj! A mieinkről mit mondanak? Hol van? Várj, nem értem. Ezek angolok. Angolul beszélnek. Igen, angolok. Mi is tudni akarjuk. Főhadnagy úr, mondjon már valamit nekünk. Nem értem, Lorusso, nem értem. Hogy nem érti? Akkor most mit csináljuk? Nem tudom, fiúk. Nem tudom. Na jó, hagyjuk. Mindenki a helyére. Riadókészültség. Mindenki szolgálatban van. Az angolok bármelyik percben partra szállhatnak. Világos? Mozogjatok, bármire vártok! Szilvána, maradj itt, veszélyes a helyzet. Ki vagy? Én vagyok a Lorusso. Mondd a jelszót.
Mondom, hogy én vagyok az! Azonosítani akarunk! Mondd a jelszót! Nem érted, hogy én vagyok az? LaRusso! Mondd a jelszót, vagy lövünk! Na jó... Savoya vagy halál! Rendben van, őrmester! Előre léphet! A nagy lószart! Mondjátok az ellenjelszót! Pedig tudtam. Memento audere semper! Nem jó! Hogy nem jó? Villám! Nem! A francba. Az a tegnapi. Margarita pizza! Jó, hogy nem napolettána. Margarita királyné! Persze, királyné! És ezzel a négy idiótával kellene levernünk Görögország vesét. Egy nap laktanyafogság mind a négynek, világos? Szard össze magad! Ki volt ez? Azt kérdeztem, ki volt? Lépjen ki, aki mondta, gyáva disznók! Azt hiszitek, nem tudom, ki mondta? Felismertem a hangot, hülye seggfej! Tévedés, nem én voltam! Nem te voltál? Nem te voltál? Két nap laktanyafogság mind a négy hülyesek fejnek. Világos? Csönd legyen! Mi volt ez? Az angolok, érzem. Állj ki vagy! Jelszót kérek! Mutasd magad, vagy lövök! Főhadnagy úr, szóljon, ha maga az! Ott van! Ne lőjetek! Elég, ne lőjetek! Nem! Szilvána! Az én kis Szilvánam! Szilvána volt, fiúk! Én szabályos sorrendben adtam ki a parancsokat! Maga adta ki a lőparancsot, mi csak engedelmeskedtünk. Nem. Én azt mondtam, állj, ki vagy, lépj elő! Nyugalom az Isten szerelmére, nyugodjon már! Nem mondtam, hogy lőjetek! Mi történt? Semmi, főhadnagy úr, én csak azt mondtam, mutasd magad, vagy lövök! Erre ezek a hülyék már lőttek is! Strácza! Ne haragudj, mi nem tehetünk róla! Gazemberek! Hagyjátok már abba! Ma reggel az a hülye csirke, most meg a szamár! Ki fogja cipelni a holmit ezentúl? A rádióm rohadt életbe. A rádióm. Tönkrement? Nem tudom, honnan tudjam. Na jó, de meg lehet javítani? Nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? Hogy nem mondom, tudod? Hogy nem tudom. Ez nem lehet igaz. Erre kellett volna a legjobban vigyáznunk. Ez volt az, amit tökéletes állapotban kellett volna tartanunk. Az életünk függött ettől a rádiótól. Erre ez a hülye vadember tönkre teszi nekem. Őrmester úr, ne kiabáljon. Mi értelme haragudni rá? Az a lényeg, hogy őrizzük meg a nyugalmat. Hogy a francba őrizzem meg a nyugalmat? Nyugalom. Hogy a francba nyugodhatnék meg? Elvágtuk magunkat a háborús eseményektől. Hogy kommunikálunk ezen túl a külvilággal? Füstjelekkel? Az én kis Szilvánám. Hogy figyelnek bennünket. Próbáljunk meg méltóság teljesen viselkedni, hogy érezzék a fenyegetést. Összeszarják magukat, ha ezt meghallják, mi? Jól van, gyerünk, énekeljetek csak. Te is, mimóza virágom, úgy nézel ki, mint egy döglött angolna. Milyen tökös legény vagy te? Szedd már össze magad az istenedet, legalább egy kicsit. Gyerünk, indulás! Csináljatok úgy, mintha katonák volnátok! Gyerünk!
Nincs itt semmi. Fiúk, ez lesz a ti helyetek. A feladat egyszerű. Megfigyelés és kapcsolattartás. Amint megláttok egy hajót, leadjátok a jeleket. De arra mi felénk, nem nekik. Világos. 2-3 nap múlva küldöm a váltást. Ne aggódjon miattunk, főhadnagy úr. Nincs nekünk semmi bajunk a tengerrel. Ha nem küld váltást, akkor is szívesebb maradunk. Majd mi lemegyünk az ellátmányért. Ahogy akarjátok. Köszönjük, főhadnagy úr. Főhadnagy úr, egy pillanat. Figyelem. Feladat dokumentálva. Viszlát, fiúk. Jó napot, főadnagy úr. Jó napot. Jó napot, főadnagy úr. Micsoda sziget ez? Milyen mocsak egy sziget? Fantom sziget, nincs rajta senki. A rádióval van valami? 3-szor szedtem szét és raktam össze, de nem működik, főadnagy úr. Egyelőre a konyhába helyeztem át, mert azelőtt hajószakács volt. Az angolna a specialitása. Főadnagy úr. Ha? Ilyen angolnát tud. Helyes, nagyon jól tetted. Köszönöm. Egy kicsit aggódom a fiúkért, mert... Hogy mondjam, nem történik semmi, nincs mit csinálniuk. Főleg Stratzavoszkon látom, hogy mindig egyedül van. Visszahúzódó. Most, hogy Szilvána is meghalt. De tudja, hogy buzi? Nekem nincs semmi bajom velük, csak... Van egy kormányutasítás, ami kimondja, hogy szigorú büntetés, ilyesmi. Miért? Hát, mert hogy a katonákkal csinálja, a férfiakkal, szóval a férfiakkal folytat viszonyt. Ezek szerint Nagy Sándor is, a híres hadvezér, ő is... Nagy Sándor is homokos volt? Igen. Ezek a görögök, hogy mondjam. Na jó, de az sok száz évvel ezelőtt volt. Különben nem én találtam ki, tessék, itt van az utasítás, itt van, tessék. Vissza kell szorítani a homoszexualitásra utaló jeleket a hadseregben, meg kell szüntetni az ilyen kapcsolatokat. Itt van fehéren feketén, nem én találtam ki. Jó, akkor gondoljuk ki, hogyan tartsuk magasan a csapat erkölcsi mércéjét. Helyes. Ásadhatnánk egy szép hosszú lövészárkot. Az mire jó? Semmire. Kiássák, aztán betemetik. Ugyan, demoralizálna őket. Jó, akkor szervezzünk meg egy szimulált támadást. Ebben a melegben? Főadnagy úr, ha magának semmi nem jó, akkor mit találja ki? Hozzák rend a körletet. Na jól van, ide figyelj, Lorusszú, ezen még gondolkozz el egy kicsit, jó? Most bocsássatok meg, de meg kell írnom a jelentést. Nem tudtam, hogy... Nem történik semmi, és ő hadi jelentést ír. Vajon mit írhat? Farina, te nős vagy? Nem. De mennyasszonyod csak van? Nincs. Valaki biztosan, valaki vár otthon. A szüleim kiskoromban meghaltak. Nem emlékszem rájuk. Szép itt, ugye? Nem rossz. Most csak kecskék vannak itt, kicsit sivárnak tűnik, de képzeld el, hogy 2500 évvel ezelőtt, még a rómaiak előtt, itt virágzó civilizáció volt. Költők,
filozófusok, katonák, istenségek. Valamilyen módon mindannyian tőlük származunk. Te is, ha meg akarod keresni a gyökereidet, itt megtalálhatod. Érted? Szereted a verseket? Attól függ. Nézd csak! Ezeket 7 évszázaddal Krisztus előtt írták. Tudsz olvasni? Görögül nem. Ott a fordítás mellette. Alszanak a hegycsúcsok, a sötét szakadékok, a gerincek, a vízmosások. És alszanak a barna föld teremtői. Maria, drága feleségem. Alszanak szerelmem, az erdő, a percek óráknak, az órák napoknak, a napok éveknek tűnnek nélküled. Alszik az ember, fáradt pilláit álom rezdít. Én jól meg vagyok egyedül is. Minél inkább egyedül vagyok, annál jobban érzem magam. Én például kiskoromban féltem a sötéttől. És az ürességtől. Egy sötét, üres szobában meghaltam. A vámpír, a kígyó, a tériszony. Ezek mind normális, klasszikus félelmek. Az enyém nem ilyen. Én ettől a szigettől rettegek, ettől a... Itt nem olyan csend van, hogy elhatározod, hogy csöndben akarsz lenni. Itt akkor is csöndben, ha nem akarsz csöndben lenni. Ki vagy rekesztve? Itt vagy egy szigeten. El vagy vágva mindentől. Ki vagyunk rekesztve az emberiségből, fiúk? A mieink... Fogadjunk, hogy már régen szétrúgták az oroszok seggét. Moszkvában vannak, vodkát isznak, csajoznak, kaviárt esznek, mi meg itt vagyunk. Most melyik jobb? Itt lenni, vagy egy csata közepében? Muszáj a közepében? Hogy lehet egy csatának a szélén maradni? Ilyen kompromisszum nincs. Vagy benne vagy, vagy nem vagy benne. Ott nem lehet félrevonulni, hogy pardon. Megyek aludni. Őrmester. Mi van? Jó éjszakát. Szard össze magad.
figyelj! Ébredjetek! Ébresztő! Megjöttek! Láttam őket, itt vannak! Főhadnagy úr, ébredjen! Mi történt? Mi történt? Hol szállt a partra? Ébresztő! Forina látta őket! Nem tudom, hogy kerültek ide, sokan vannak, rengetegen! Mondd már, angolok! Nem, megpróbáltam elkapni őket, de megléptek, eltűntek! De kik? A gyerekek. Nem furcsa, fiúk? Nincsenek férfiak. Csak öregek, nők és gyerekek. Nem stimmel. Valami csapda is lehet. Volt egyszer egy hasonló eset Spanyolországban. Na jó, azért nem kellene... Ugyan már hagyjuk ezt. Jó, nem bánom. De utána ne mondjátok, hogy... Jó napot, asszonyom. A férfiak, katonák, hol vannak? És... Puinei Andres. Papás. Lehet, hogy a papra gondol. Egos, éjni, strategikos, italikos. Beszéljen csak olaszul. 20 évig szolgáltam Rodoszon. Olaszok, görögök, az én képem, az én népem. Egy kép, egy nép. Ide hallgasson, atyám. Eddig hol voltak? Hogy nem volt itt senki, mikor megérkeztünk? Előttetek németek jártak itt a szigeten. Leromboltak minden házat, elsüllyesztették a csónakokat, és elvitték a férfiakat. Deportálták. Mikor megláttuk a hajótokat, azt hittük, ők jönnek vissza. Mi nem akarunk bántani senkit. Az én hazámban nem szeretik az idegeneket. De két rossz közül a kevésbé rosszat választjuk. Nézze, atyám, biztosíthatom, hogy a lehető legcsekélyebb mértékben zavarjuk önöket. Azt tanácsolom, hogy költözzenek a polgármester házába. Ott kényelmesebb lesz. Oh. Hé, nem bántunk! Barátok vagyunk! Igen, barátok! Ne szaladj el! Várj! Nem bántunk! Hallod?
időnk. Mozogj már! Etol, nem tudok gyorsabban menni! Hiába lökösszük! Rengeteg időnk van! Nem akarok semmi kellemetlenséget! De nem értem! Szabályzat! Feketén fehérre rögzíti, milyen kapcsolatot kell tartani a helyi lakossággal! Nem akarom a hadbíróságon végezni! Világos! Haladjatok már! Mi van itt? Mi van itt? Mit tökéletlenkedtek? Mit ordítasz folyton, Lorusso őrmester? Inkább segíts! Lorusso őrmester annyit ordít, amennyit akar, mert amióta a világ egy őrmester mindig ordít. Világos? Világos? Mm. Jó keze van. Csak amatőr festő vagyok. És ez az úr egy Homérosz képre emlékeztet, ami a görög könyvem elején volt. Á! Tudja, atyám, első alkalommal vagyok távol az otthonomtól. És nagyon jól érzem magam. Maga nagyon különös ember. Egyáltalán nem olyan, mint egy katona. Tartalékos tiszt vagyok, behívtak. Civilben gimnáziumi tanár vagyok. Daskalos, to gimnázio. Jól mondom? Ó, jól, nagyon jól. Görögországot könyvekből ismerem. Iliász, Odüsszea, lírikusok. Tanár vagyok, de sose jártam itt, mert nem futja a fizetésemből. Ki tudja, talán a végzet újja. Lehet, hogy túl sokat kérek. De maga látta a templomunkat. Nagyon csupasz. Nem volna kedve kifesteni a falakat? Nagyon megtisztelő, de nem hiszem, hogy képes lennék rá egy nagy freskót. Biztos vagyok benne, hogy képes rá. Természetesen ingyen. Képzelje, találtam paprikát. Ilyen hatalmas. Remek. A hátfájására meg majd teszek egy deszkát a matraca alá. Szereztem egy darab bőrt. Csinálok belőle papucsot az őrmester. Nem tudsz vigyázni. A papucson jár az eszed. A paprikát hogy csinálod meg? Töld. Őrmester! Mi van, Noventa? Találja ki. Mi van a kezemben? Egy levél. Igen, a feleségemnek. Helyes. Itt hagyhatom-e? Persze, tedd le, majd elküldöm. Nagyon fontos. Mikor küldi el? Amikor a többit. Nincs rajta bélyeg. Ne törődj vele, leléphetsz. Köszönöm. Csáó. Láttad a főhadnagyot? Nem. Hol a főhadnagy? Én nem láttam. Te? Én sem. Egy nő van kint, a parancsnokkal akar beszélni, és a főhadnagyot nem találom. A főhadnagy festeget. Mi itt rohadunk, ő meg festeget. Akkor most beengedjem a hölgyet? Ha a parancsnokkal akar beszélni, be kell jönnie. Ha kint marad, kivel beszél? Lorusso, ez nagyon szép nő. Ez a nő gyönyörű. Ő az. Jó napot. Te vagy a kapitány? Igen, én vagyok. Ego Vasilissa. 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 Igen. Nagyon szép név. Az én nevem Lorusso. Nikola. Beszélni akarok. Duliámról.
Sajnálom, de nem ismerem Duliámot. Nem ismered? Ergáciát, érted? Ismerünk valami Ergáciát? Duliám Ergácia. Nem. Hogy mondják? Munka. Munka. Há, munka. Akar beszélni munkáról, és milyen munkát akar csinálni? Ha? Kurva vagyok. Lehet, hogy görögül a... Azt mondta, kurva. Légy szíves! Igen, így van. Kurva. Igen. Bravo. Bravo. Csak azért szóltam rá, mert lehet ezt finomabban is mondani. A lényeg persze ugyanaz. Érdekel? Mert bele kell néznem a szabályzatba, mert tudja, mi mindenben nagyon... De érdekel a dolog. És hol? Hogy is mondjam, hol gyakorolja a mesterségét? Vagyis hol? Hol fejti ki ezt a... De hol lehet magát? Otthon? Én otthon? Igen. Jó ház. Biztos ház. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök pihenőnap, péntek, szombat, dupla műszak, vasárnap pihenő. Világos? Miért nem csináljuk úgy, hogy minden más? Mert én így akarom, és így lesz. A sorrendet is eldöntöd? Nem. A sorrendet a kor és a rang dönti el. Én vagyok az első. A főhadnagy az első? A főhadnagy nem kurvázik. Én vagyok az első. A második Kolaszenti, a harmadik Noventa, a negyedik Stratszavoszko, az ötödik a kis Farina. És Munáronék? Hogy a frances neveléjük. Foglalkozz a magad dolgával. Egy önként jelentkező másszon fel a hegyre, és hívja le a Munaron fivéreket. Mivel nincs önként jelentkező, ott maradnak, ahol vannak. Jó. Fölírtad? Köszönöm, kedvesem. Tacsra vágtan. Ne verseket olvas, énekelj. Legalább nem leszel úgy berezelve. Ciao. Vasilisa. Vasilisa. Vasilisa, kisasszony. Hozz! 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 Hozz
Mozdulj rá! Itt vagyok. Lusta disztó, gyerünk már, mi lesz? Jól van. Hát asszony! Na, vedd már el! Lesz már! Marina! Nem harap meg, vedd el nyugodtan! Mit csinálsz? Nem adja ide! Hogy nem adja oda? Vedd el tőle! Ne csinál már! Gyere már! Nem igaz, hogy nem tudod kivenni a lába közül! Ja! Köszönöm. Mi lesz már? Dobd már be! Marina, gyerünk már! Na! Ide! Ide! Ez az gól! Gól! Mi az? Riasztó lövés! Munaronék lőtték fel! Marina, szólj a főhadnagynak! Fegyverbe! A civilek menjenek haza! Itt az ellenség! Gyorsan! Mozogjatok! Mi az? Megjöttek az angolok? Nem tudom. Egyelőre nem látok senki. Főhadnagy úr! Ti adtátok le a vészjelzést? Igen, főhadnagy úr. Ellenséges partra szállásban, zászló alatt. A francba. Az oroszok. Azért nem hinném, hogy az oroszok. Nem orosz. Inkább, mintha török lett volna. Olyan törökös. A törökök velünk vannak, vagy ellenünk? Nem tudom. És hogy néz ki a hajójuk? Olyan halászhajóféle. Egy halászhajó? Igen, ha vészjelzést adtok le egy halászhajó miatt. A főhadnagy úr azt mondta, hogy mindent jelezzük. Nagyon helyes. Igazuk van, Kolaszanti. Lehet, hogy kéne. Ott jön. Olasz, török! Egy vér, egy nép! Szerintem nem tiszta dohány. Mondjatok, amit akartok, de van benne valami. Nem tiszta dohány. A feledés füstje, mint az Odüsszeában. Odüsszea! Ide figyelj, van valami más eladni valód is? Opium. Hasis. Nem. Szőnyegre gondolok, vagy ilyesmire nincs semmi. Nem van szőnyeg, nem van. Nem erről van szó, főhadnagy úr. Szőnyeg, hasis, ópium. Nem ez az érdekes. De hát, ha tud valamit. Mi történik? Mi történni? Hol? Hogy hol? Olaszországban, Európában? Nem tudom. Mi az, hogy nem tudom? De mi van Mussolinivel, Hitlerrel, Németországgal? Nem tudom. Nem tudom. Honnan jössz te, mi? Honnan jönni? Hás! Antalya, Fethiye, nem háború. Foglaljuk le a hajóját. Miért? Miért? Hogy elmenjünk Rodoszra, visszamenjünk Olaszországba, bárhová, ahol történik valami, nem? Neked ez ennyire fontos? Hogy ne lenne fontos? Főhadnagy úr, itt vagyunk ezen az Isten háta mögötti helyen. Azt se tudjuk mióta, azt se tudjuk, mi történik a világban. Ennyi kíváncsiság sincs bennetek. Csak azt mondom az Isten itt, menjünk vissza a frontra. Menjünk oda, ahol történik valami az Isten szerelmére. Akkor... szavazzunk. Aki egyetért az őrmesterrel,
hogy kobozzuk el szegény az is csónakját, és vágjunk neki egy kétnapos tengeri útnak, akár Rodosz felé, hallolva azt a reális veszélyt, hogy sose érkezünk meg, azt tegye fel a kezét. Jó, akkor most azt tegye fel a kezét, aki itt akar maradni. Én nem szavazok, mert nem akarok visszaélni a rangommal. Maradunk. Milyen szavazás volt ez? Itt kell maradnod a Feledés szigetén. Szívj egy kis felejtést, tessék. Nem volt szabályos a szavazás. Gondoltad volna valamit, hogy egyszer ide jutunk? Ratsa! Ratsa! Nem hallja! Már ide nekem is, Ratsa! Bedugult a füle, nem hall sem. Mi van, képzeletted a csirkét? Hozzáragadt az ujjatod, a pipa, gyerünk annak össze. Ez van a csirkének a felejtéshez. A csirkének semmi. Ratsa kezének. Szerintem ez a dolog, ha létezne Olaszországban, biztosan be lenne tiltva. Miért? Hogy miért? A fasizmusban minden tilos, ami jó. Szerinted az uralkodó engedélyezni ezt az izét? Mi a tojásfejű? Milyen tojásfejű? Az öreg kopasz. Lorus Szőrmester! Parancsára! Így szavaja, őrjáratozást beszüntett, irányra hajó! Általán nem értek egyet ezzel a demoralizált lelkiismeretlen magatartással, ami elterjedt köztetek, de mivel én is a társasághoz tartozom, képtelen vagyok az ár ellen úszni, vagyis nem tudom kivonni magam a többség akarata alól. Mondjuk így, megértem ezt a lázadó szellemi hozzáállást a hatóságokkal szemben, a távolságtartást az állami intézményektől, meg... Mi az Isten nyilát dumász, Lorusszó? Azt mondom, hogy engem is elhagyott a hazám Olaszország. Te ki a szart érdekel? Csak ennyit akartam mondani. Csak azt akartam mondani, hogy itt vagyunk, mert itt felejtettek bennünket. Boldoguljatok, hogy bírtok, és mi boldogulunk. Miről beszélnek ezek az így? Nem tudom. Te mindig azt mondod, nem tudom, de Jamie nem tud. Aziz! Barátom, mit csinálsz? Ne, vigyél haza, haza akarok menni! Vigyél magad, a barátok vagyunk, török, olasz, egyvér, egy nép vagy! Mindenünket elvitte! Mindent! Most mit csináljunk? Maradunk tovább ezen a szigeten, mint a hülyék? Soha ne bíz a törökökben. Mi a lószart nevez, pópa? Egy darab fegyverünk sem maradt. Milyen helyőrségi szolgálat ez? Szólhattál volna hamarabb is. Gyertek velem. Jorgo, egoj me! Jorgo! Fegyverek, babamu! Fegyverek! Fegyverünk nekünk is van. Eddig is volt.
De barátok vagyunk, nem? Nem akarsz lefeküdni velem? Csak úgy. Szégyeled magad? Mi a legszebb dolog ezen a kerek világon? Az egyik azt mondja a lovas katona, a másik, hogy a gyalogság a tengerészet. Én azt mondom, a szerelem. Van még tovább is, csak nem tudom. Egy görög költő írta több mint 2500 évvel ezelőtt. Jó, de miért nem akarsz lefeküdni velem? Miért? Még sose csináltam. Soha. És szeretném, ha először azzal csinálhatnám, akit szeretek. Igaz szerelemmel, érted? Az élet túl rövid. Nekem egy élet nem elég. Ha összeszámolod, nem is olyan sok nap. Annyi dolog van, annyi ötlet, annyi... Ahányszor naplementét látok, mindig ideges leszek. Arra gondolok, megint elmúlt egy nap. Aztán meghatódom. Eszembe jut, hogy egyedül vagyok. Egy apró pont a világegyetemben. Az anyámmal szeretném látni a naplementét. Vagy egy nővel, akit szeretek. De az éjszakát egyedül szeretném tölteni. Egyedül, már úgy értem, egy szép kurvával. Úgy azért jobb, mint egyedül. Van még abból, amit a török hagyott itt? Mindig azt mondta, nem tudom. Köszönöm. Ha mindig így mennének a dolgok, hogy elviszik a puskát és ilyet hagynak cserébe, jobb lenne az élet, nem? Éla, Éla! Megyünk! Menj te először! Nem, nem, te menj először! Nem, menj te először! Akkor én inkább nem megyek. Tudod, mit mondott mindig a papa? Mit? Ha nagyon muszáj, ugorj bele a szarba is. Ha, azt megnéztem volna. Kész? Egy, kettő, három! Vigyázz! Thank you.
haragudj, Vasilisza, de ez mi? Az enyém. Minek neked puska a párnád alá? Az ellenségnek. Kérdezhetek valamit? Mit? Már régóta meg akarom kérdezni. Nem, nem, inkább nem. De! Kérdezz! Hogy lehet az, hogy te... Hogy lehet, hogy te... Kurva vagyok? Igen. Az anyám kurva volt. A nagyanyám kurva volt. A nővérem is kurva. Érthető, nem? Érthető, érthető. De azelőtt... Mit csináltál? Hol voltál? Hogy kerültél ide? Ide? Igen. Athénban németekkel voltam. Németek idehoztak. Németek elmentek. Én maradtam. Vége. Tetszik? Itt akarsz maradni? Igen. Jó itt. Egyelőre. De mindig... Mindig ez akarsz lenni. Tudod... Kurva? Uh-huh. Nem. Nem tudom. Lehet, hogy nyitok egy kocsmát. Ez disznóság! Belerúgtsák 11-et! Ti hozzá segítsd! Jó, hogy elég ebből! 11-es is kérdez! Nyugalom! Állj! Rendben van! 11-es! De két feltétellel! Az egyik, hogy te rúgod! Jó! A másik, hogy én védem! Majd megszorongatom én a tökeidet! Ez az! Beleverem a kiszorongatot a saját szalomban! Világos? Nagyon figyelj, megbabonáztalak! Gyerünk! Elrúgtad már? Na mi lesz? Nem fér az abszem a seggedbe, mi? Gyerünk már! Rúgod azt a 11-est, vagy nem? Egy negyed órája várok. Jó, hogy megbabonáztalak, de ennyire? Teljesen mindegy, hogy hova rúgod, akkor is kivéded. Na, rúgd már! Nikola! Mi a szar van veled? A miénk! A miénk! Olasz! Olaszok vagytok? Raffaele Montini főhadnagy. Nicola lo Russo, őrmester! Carmelo la Rosa, főhadnagy! Egyébként láttam. Nem volt 11-es. Nem, egyszerűen nem tudom fölfogni, hogy itt olasz katonákat találok. De most komolyan, ti tényleg olaszok vagytok? Hát persze, miért olyan furcsa? Te is olasz vagy, nem? Mi is? Volt egy kis gondom, az olajszűrő hülyeség. Nem izgalmas. Majd utána megnézem. Krétára megyek. Az osztagunkat összecsapták az angolokkal. Hogy az angolokkal? Az angolokkal. Olyan gépeik vannak. Az angolok meg az amerikaiak nagyon szervezetek. Mi közünk van nekünk hozzájuk? Angolok, amerikaiak. Megadtátok magatokat? Ti? Megadtuk magunkat? Ti nem tudtok semmit? Ti nem tudtok semmit? Szeptember 8-a. Na és, minden évben van szeptember 8-a, 9-e és 10-e is. Mi volt szeptember 8-án? Ne haragudjatok már, de mióta vagytok itt?
Június óta. Június? Melyik év júniusa? 41. 41, 42, 43. Három éve? Hogy három éve? Az anyját, ti három éve vagytok itt! Három! Három éve, hallod? Őrület, ezek három éve vannak itt. Három éve, mind három éve vagyunk itt. Mind az összes. Persze, együtt jöttünk. Nem tudtok semmit? Nincs rádiótok vagy valami, ha? De volt csak... Akkor mindent el kell magyaráznom. Szóval Mussolininak vége. Ne hülyeskedj. Olaszország gyakorlatilag két részre szakadt. Délen vannak az angolok meg az amerikaiak, északon pedig a németek a fasisztákkal. Középen meg az NFB. Mi az, hogy NFB? Nemzeti Felszabadítási Bizottság, a partizánok. Ezt se tudjátok. Polgárháború van. Persze, mert aki eddig barát volt, az most ellenség lett. És aki eddig ellenség volt, az most barát lett. Óriási forrongás van, rengeteg a lehetőség, rengeteg dolog van, értitek? Nem lehet kimaradni belőle, őrült nagy a játéktér, óriási dolgok forognak kockán. Bizonyám, nagy pénzeket lehet csinálni. Kész. Megvagyunk. Ez nem kell? Há, mennyi szar van egy ilyen repülőben? Nem kell, hagyjuk a francba, kicsi, de nem adunk. Akkor jelentést teszek rólatok a parancsnokságnak, jó? Egy erre járó hajó felvesz benneteket, mit lehet tudni? Olyan felfordulás van, az ember sose tudhatja. Ha visszaértetek, látogassatok meg Palermóban. Persze, hozzátok el az asszonyt, a gyerekeket, akit akartok. Hát ez nem igaz. Három éve. Ez elképesztő. Három éve. Hihetetlen. Három éve. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Ah! Mibe kerül ez neked? Ne csináld ezt! Na, gyere! Vigyél haza! Haza akarunk menni! Vigyél haza! Haladj meg! Nyugodtan vagyok! Haza akarunk menni! Legalább a leveleket elvihetted volna! A levelek! Béke. Nem sokára jönnek értünk. És hazavisznek bennünket. Soha többé nem látjuk egymást. Nem tudom, hány férfival voltam. Egyikük arcára sem emlékszem. Ha elmentek, nem fogok emlékezni. Rád se. De igen. Rám igen. Karod. Miért? Igaz? Igen, jó. Na, vigyázz el, szúrom. Foglalkozz a magad dolgával.
Mi a szart csinálsz, pók? Várj csak, várj. Jó, hogy a kocka gurul, de azért ez már mégiscsak túlzás. Tudtam. Mindig ez van, nem bírom megszokni. Mint a homokot inna az ember. Hagyni kell leülepedni. Ki kell tudni várni. Szagolgatni és várni, ez benne az élvezet. Miről beszélsz? A kávé az kávé. Bemegy egy bárba, felhajtod és kész. Mit kell azzal annyit szarozni? Várni, az örökös várakozás, mire várjak? Maradjatok itt. Luciano, mi történt? Húzódj le. Mi történt? Farina rám lőtt. Hogy rád lőtt? Én jöttem volna. Erre bezárkózott a lánnyal, és nem akart beengedni. Kopogtam, na jó, dörömböltem. Aztán rám lőtt az ablakból. Megbolondult. Ez hihetetlen. Mi a fele történik itt? Antonio! Menjetek innen! Mindenki menjen innen, ti is a sarok mögött, világos! Hagyjatok minket békén! Ennek elment az esze. Most mit csinálunk? Mit csinálunk? Elég, szólj Raffaellének. Én? Miért? Talán én? Na miért pont én? Megyek én, ha akarjátok. Luciano, menjen. Eredj már. Nagyon fáj. Nem. De egy kicsit csak fáj. Á! Látod, hogy fáj. Menj, szólj neki. Na, hol van, megyek már. Gyerünk, Garibaldi. Indulj, mert seggbe lő. Tonino! Nikola, ha még egy lépést teszel, lelőlek! Csak a szádját! Az istenit! Menj a francba, Nino, hallod? Szerintem meghűlt. Ez nem normális. De megijesztett. Vigyázzon! A rohadt életbe. Mutasd, Luciano. Nagyon fáj? Annyira nem. Szerencsére nem súlyos. Nem, csak horzsolás. Mi a lószar van ezzel? Ne tőlem kérdezd. Bezárkozott Vasilisszával, és nem enged be senkit. Mit tudom én? Azt mondja, nem érdekli ki jön, nem értem. Próbálj megbeszélni vele. Nino! Raffaele akar beszélni veled! Antonio! Mi az Isten nyila ütött beléd? Senki nem érhet többé Vasilisszához. Ez magára is vonatkozik, főhadnagy. Jól van, Antonio, de Vasilisza dolgozó lány, nem értelek. Figyelj ide, Nino, most biztosan olyan pszichológiai és fizikai állapotban van, hogy a lelkére veszi a dolgot. De azért attól ő még ugyanolyan kurva marad. Te hülye szemét, mocsok! Hától fogva nem! Szeretem! Mi? Szeretem, főhadnagy úr! Szeretem! Szereti. Vasilisza! Te is szereted? Igen. Ez van, fiúk, mostantól változnak a dolgok, érzelmekkel nem lehet vitába szállni. Nem lehet. Szerinted? Nem lehet. Majdnem szétlőtte az egyik karomat. Jól van, már ne nyavajog, nem olyan nagy dolog. Na jó, nekem mennem kell, fiúk, veszárad a festékem. Mit mondjak? Sok boldogságot és fiú gyereket! Veszárad a festékem. Ciao. Fertőtlenítsd a karod. Neki beszárad a festéke, neked beszárad a sebed. Na gyertek. Thank you.
Mostantól Vasilisza és Antonio, férj és feleség vagytok. Ígyatok egyesülésetekre. Utána te, Antonio, törd össze a poharat, hogy semmi ne álljon boldogságotok útjába. Galista! Az olaszok olyanok, mint a törökök, no. Mi? Egy nép, egy has. Főhadnagy! Mi az? Hol van Noventa? Nem tudom. Főhadnagy! Jöjjön táncolni! Sajnálom, hogy meghalom, de boldog vagyok! Boldog vagyok, hogy meghalok, de sajnálom. Tudod, mire emlékeztet? Mint amikor vége lett a vakációnak. Amikor még iskolába jártunk, vége lett a szünetnek, és megint vissza kellett menni. Ez a hangulat azt juttatja eszembe. Ki tudja, hogy helyes vagy nem. De a világ változik, és mi itt ülünk. Mindegy, hogy jó vagy nem jó, ez van. Így hozta a sors. A sors. A sorsot lehet irányítani. Lehet úgy csinálni, hogy úgy alakuljon, ahogy te akarod, nem? A sorsot meg lehet változtatni. Nem könnyű. Néha engedelmeskedni kell neki, és kész. Hulló csillag, láttad? Kívánjon valamit, őrmester. Nem is olyan könnyű.
Tudod, mit szeretnék? Ha jönne egy nagy hajó és elvinne innen. Ha nem, mintha itt rossz volna, de valahogy kezdem érezni, hogy szükségem van valakire, érted? Akibe szerelmes vagyok. Őrmester úr, én is lehetnék az a valaki. Őrmester úr, én szerelmes vagyok magába. Nem tudom, mi a fene történt velem. Angolok. Biztos, hogy már a barátaink? Változnak a dolgok. Mint mondott, nem hallottam. Olaszok. Na és mi van akkor? Ezek meg kik? Ha? A férfiak, akik itt laktak. Azzal hozták őket. Not allowed. Mi bajod? Not allowed to take animals on the boat. Én meg ő együtt vagyunk. Együtt vagyunk és együtt is megyünk haza. Olaszországba, világos? Ha ő nem szállhat be, én sem szállok be. Itt maradok és nem mozdulok innen. Próbáld meg. Próbálj elmozdítani. Go. El lehet ezekkel beszélni? Gyere, Garibaldi. Luciano, mi ez a sok holmi? Őrmester. Mi van? Mi van? Soha többé nem látjuk egymást. Már megint kezdett. Az egész hajóút előttünk áll. Fiúk, nem láttátok Farinát? Nem, miért? Hogy miért? Azért, mert nem találom. Fogd meg, majd én megkeresem. Nino! Mi a csodát cipelszte magaddal? Hol van? Nem tudom. De hogy nem tudod, mondd meg, hol van. Itt hagynak bennünket. Nem tudom. Mi van? Hogy mi van? Mit akarsz? Mi az? Mi történt? Nem értelek. Hogy mi van? Mi lenne? Indulunk, várnak. Gyere már ki a hordóból és nyomás. Én nem megyek. Ez az otthonom. Megnősültem. Itt maradok. Mi az, hogy itt maradsz? Ezek nem várnak ránk, ezek angolok. Ez a házasság Olaszországban nem számít. Mozdulj már meg, gyerünk. Nekem viszont számít. Sokat számít. Nagyon sokat. Na jó, akkor hozd őt is. Csak gyere már, nem várnak ránk. De hova? Hova? Nincs lakásom, nincs munkám, nincs semmim, egyedül vagyok, nem! Minden megváltozott.
Rendbe kell hozni az országot, a nulláról indulunk. Őrült zűr van mindenhol, bármibe belefoghatsz. Gyere, felépítjük az országot, ahol élni fogunk. Ígérem. Hallod? Ez a kötelességünk. Milyen kötelesség, Nikola? Te is azt mondtad. Nem emlékszel? Elfelejtkeztek rólunk, most én akarom elfelejteni őket. Megváltoztatni a világot. Én nem hiszek ebben, nem vagyok rá képes. Én itt maradok. Egy olajos hordóban? Egy lakatlan szigeten? Ez olyan nagy perspektíva? Életemben először érzem, hogy élek. Nikola, érted te ezt? Vasilisza éttermet akar nyitni, szüksége van rám. Ne vedd a lelkedre, őrmester. Barátok vagyunk, nem? Antonio Farina közlegény. Ez dezertálás, érted? I don't believe this. Kérsz egy olajbogyót? Nem vagyok éhes. Csak egy. Mondom, hogy nem vagyok éhes. Ó. Farina tényleg eltűnt? Mindenhol kerestem. Biztosan a hegyekbe ment. Ott lehet. Lehet, hogy igaza van. Rafael, föl kell építenünk az országot. Meglátod, nem sokára hazajön ő is. Meglátod. Adj egy olajbogyót. Olasz, görög, egy vér, egy nép. Egy vér, egy nép. Mi lett veletek? Őszinte részvétem. A címet se tudtam pontosan. Köszönöm. Köszönöm, főhadnagy úr.
Végig itt éltetek? Igen. Láttad az éttermet? Gyere. Gyere, mutatok valamit. Van egy meglepetésem. Nézd ki, van itt. Ki ez? Lurusso. A francba. Főhadnagy úr. Mi a lószart keresel itt? Olaszországban élni. Nem hagyták, hogy megváltoztassuk. Egy idő után azt mondtam nekik, ti nyertetek. De legalább nem mondhassátok, hogy a cinkosatok voltam. Ezt mondtam nekik. És ide jöttem. Hát te, most mit csinálsz? Segítek nektek. Zoltán, Jakab Csaba, Holnándor, Snell Ádám, Jászai László, Ószabó István, Rosta Sándor, Csúlya Imre, Dengyel Iván, Hirling Judit. Magyar szöveg Kléner Gizella, hangmérnök Budni Ferenc, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron az HBO megbízásából Aligett stúdióban készült.